Akusztika. Talán észrevetted, hogy elég erős a vízhang itt, ahol felveszem a videókat. Na ezen most változtatunk. Ez pedig kiváló alkalom arra, hogy összehasonlítsak két megoldást a vízhang elleni küzdelemre. Az egyik, a hivatalos megoldás, az akusztikai panel. Konkrétan ez a szivacsos, ez amit itt látsz mellettem. A másik pedig a háztáji megoldás, a tojástartó. Először is nézzük meg, hogy milyen a hang minden nélkül. Szóval ez a kiinduló állapot. Ez a hang, ez a vízhang, ez a vízhang. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Másodszor pedig nézzük meg, hogy milyen a helyzet, kicsit kevesebb, mint 2,5 négyzetméternyi akusztikai panellal. Ez most akusztikai panel. 1, 1, 1, 1. Amúgy már hallom, hogy jobb a helyzet. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Az a helyzet, hogy ég és föld. Ezeket a paneleket egyébként egy pajtásom segítségével szereztem. Köszi Sanyi! Belinkelem a vállalkozását a videó alá támogatásul. Harmadszorra pedig nézzük meg a tojástartókat. Ez pedig a hang tojástartókkal. 1-1-1. Az akusztikai panelünk 2,5 négyzetméter körül volt. Nem volt annyi, szerintem ilyen 2,3-2,4 négyzetméter. Ez itt 100 darab tojástartó, kicsit több, tehát négyzetméterre többségben vannak a tojástartók. Akartam még egy olyat, hogy két réteg tojástartóval, de nem fogok. Mi a konklúzióm? Ha most kezdenék el zajt csökkenteni, egy pillanatig sem gondolkoznék, azonnal rendelnék 2,5-3 négyzetméternyi akusztikai panelt. Miért? 20 000 forintból szállítással együtt is bőven megvan a 3 négyzetméter. A hátulján van ilyen ragacsos réteg, úgyhogy nem kell kitalálnod, hogy hogyan rögzítsd fel a falra. Jól néz ki! És a tojástartó? Az én szubjektív véleményem szerint határozottan javított a hangzáson, de közel sem annyit, mint az akusztikai panel. Kiinduló állapot. Tojástartókkal. Ha két rétegben tenném, biztos, hogy sokkal jobb lenne, de nem tettem. Miért? Borzasztó macerás. 2-3 órán biztos, hogy elment a ragazgatással, a vagdosással, a kitalálásával az egésznek. És akkor még nem is beszéltünk a gyűjtögetésről, ami régóta zajlik. Összesen körülbelül 200 darab tojástartón van, ezt kb. 2 év alatt sikerült összeszedni családi összefogással. Ezt mind tárolni kell, szállítani kell, nézegetni a sarokban, csupa-csupa fáradtság. Emellett pedig ronda. Plusz melóval szebbé tudnám tenni, de akkor megint ott vagyok, hogy akár vehettem volna is egyből jól kinézőt, abból a pénzből, amiből a festéket vettem hozzá. Szaga van. Kb. Fél órát voltak benne a szobában a tojástartók, de már kezdtem érezni az enyhe csirke országot. Szóval a döntésem egyértelműen az akusztikai panel. Jobb, ha az időt is nézed, olcsóbb, esztétikus és nem büdös. Ha még itt szeretnéd kipróbálni a tojástartókat, nyugodtan írj kommentet, nálam van nagyjából 200 darab, amit egy hét múlva mind ki fogok dobni. Nagyon szívesen odaadom ingyen. Szaga van.